A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. A hangpróba legfrissebb epizódjában Mordáj, a Reflektor fényben, és itt van velünk Nové Soma, a frontember énekes, és Vértesi Ferenc Feri, a banda gitárosa. Sziasztok, üdv nálatok! Sziasztok, szia Adam! Sziasztok! No, hát akkor egy picit beszéljük át, hogy hol vagyunk, mert tényleg egy fantasztikus helyen, hogyha jól értelmezem, akkor én arrafelé a Gellért fürdőt látom, és egy szép kertben vagyunk, egy kutya néha megtámad minket egy labdával, de hát ez majd a podcastnek a része lesz. Itt laksz? Igen, sziasztok, én Nové Soma vagyok, a Mordájnak az énekese, és körülbelül egy hónapja lakom itt. Ez egy egyszemélyes lakás, elég kicsi, viszont a kert az meg hatalmas, és a kilátás az elképesztően jó. Hogy most költöztél ide? Történt valami változás az életedben, vagy egészen egyszerűen szerettél volna elköltözni onnan, ahol eddig laktál? Közben itt a kutya nálunk, a videót igen, lehet nézni a Meet Radio Hungary YouTube csatornáján, igen? Hát igazából már régóta el akartam költözni egy olyan helyre, ahol én nem szoktam sokat otthon lenni, mert általában jobb szeretek a levegőn lenni, és kerestem egy olyan lakást, ahol a kültér az nagyon nagy, viszont a belső rész az pedig, de hát hogy az nekem igazából lényegtelen, hogy ez mekkora, mert csak alvásra használom, aztán találtam egy ilyen helyet, és akkor elég jó áron ráadásul, és azt gondoltam, hogy erre lecsopok. És Feri, te mennyire vagy gyakori itt a tájban? Zenélni is átjársz, vagy az interjú miatt jöttél? Én pont a múlt héten voltam itt először, egy erősítőjén, mentünk egy koncertre. Hát valószínűleg mostantól kezdve gyakoribb vendég leszek errefele. Pont emiatt is. Nem? Igen, igen. Jók ezek a kis fények, ezt már te raktad ki, Soma, itt mögém ezeket a... Ezt már igen, meg amin ülsz, arra is, vagy ezt is én raktam ki. Meg tényleg ez a környék, azt hiszem, hogy közlekedés szempontjából így az egyik legtutibb hely itt Budapesten, mert itt van egy nagyon szép Gellért-hegy, meg hogyha kicsit arrébb mész, akkor ott van a Feneketlen-tó, de közben meg nem vagy messze Pesttől sem, a belvárostól sem. Tök szép most a Bartók Béla út is. Közel van a próbatermem, úgyhogy igazából minden adott. Én nagyon örülök, hogy ezt a helyet választottad, de ezek szerint a Bartók Béla úton van a próbatermed? Ott nem, próbáltad? Nem, a Budafoki úton, de hogyha itt így felszállsz az egyik buszra, akkor ez gyakorlatilag egy 10 perces út. Még egy dolgot elemezzünk ki, utána ígérem a zenéről lesz majd szó, de ez nagyon érdekel. Mondtad, hogy egy edzésről jössz, és hát ismerve a zenekaraidat, meg a projektjeidet, én azt tippelem, hogy szamurájkodsz, de lehet, hogy nem. Kíváncsi vagyok, hogy mit edzettél. Nem, amúgy őszintén szólva, most nem edzettem, és azért, mert kicsit elhúzódott a próba, nem értem volna oda időben, úgyhogy, de amúgy boxra szoktam járni. Boxedzésre mentem volna. Jóban lenni veled. De akkor hát ezek figyelj, szinte egy hónapja kezdtem, de... Ja? De igen, minél tovább ismerjük egymást, annál jobb leszek, úgyhogy annál inkább valid, amit állítasz. Jól van. Feri, te is próbán voltál most Somával, vagy ez egy másik formációja? Mert nem, igen, most Mordáj próbáról jövünk éppen, úgyhogy... Jó úgyhogy ez volt. Azért jó volt, húzódott igen, el, mert igen. Valami nem úgy alakult? Hát igazából azért húzódott el valószínűleg, mert a következő fellépésen sok olyan tag lesz, aki eddig nem volt a zenekar tagja, és most is valószínűleg ideiglenesen lesznek többen közülük tagok. Igen, ezt még valószínűleg pontosan mi se tudjuk, de ezért igen. De jó volt maga a próba, az konstruktív volt, és... sikeres. Erről még rengeteget beszélünk. Itt ebben a műsorban a Reflektorfényben a Mordáj, nem sokára a főcím után bele is vágunk. Méghozzá azzal nyitnék, mert ez engem nagyon érdekel, hogy lesz a valakiből, aki, idézem, azt gondoltam, hogy zenélni béna dolog, egy zenész. Szóval erről beszélgetünk majd nem sokára. Jó, erről mindenki. És most. Következzen a hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Felkészültél a zenei kalandra?
Startol a Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A mikrofonnál Réd Ládám. Amikor én elkezdtem foglalkozni az életutaddal, akkor nekem már nagyon hamar szembe ötlött, hogy ifjabb Csóri Sándorhoz jártál 4-5 évesen népzenei foglalkozásokra, és valamiért én a fejemben összekötöttem ezt azzal, hogy bénának minősítetted a zenélést. De nem biztos, hogy a kettő összefügg, szóval kezdjük talán az elejéről. Amikor népzenei foglalkozáson voltál, egyáltalán 4-5 évesen mit lehetett csinálni? Volt ott néhány ilyen fahangszer, és lehetett ütögetni, meg esetleg egy zongora? Hát nem pontosan emlékszem, hogy ott így, hogy mentek az órák, hogy ment a zeneoktatás, elnézést. Az biztos, hogy 4-5 évesen kezdtem el Óbudára járni egy ilyen népzenei zenesuliba, amit valóban Csóri Sándor vitt. Azt hiszem, hogy annak az volt a lényege, hogy a fiatal gyerekeket szoktassák a zenéléshez, és hogyha jól emlékszem, akkor nem az volt a feladatunk, hogy konkrét dallamokat játszunk, hanem hogy csak ismerkedjünk azzal, hogy milyen érzés egyáltalán egy hangszert fogni a kezünkben. És valami ilyesmi lehetett. Én arra emlékszem, hogy játszottam cimbalmon akkor, meg ütőgardonon, és talán még nagybőgőn is így székre állva, de ez lehet, hogy csak én költöm már hozzá, de hogy... De jó kép, tetszik, de akkor ebből hogy lesz az, hogy azt mondod, idézem ismét, azt gondoltam, hogy zenélni béna dolog, egészen kamaszkorodig. Hát, azt nem gondoltam kamaszkoromban már, hogy ez béna dolog, csak hogy amikor ezekre az órákra jártam a bátyámmal, aki egy évvel volt idősebb, akkor engem a rajzfilmek érdekeltek, meg a rajzolás, meg a rajzfilmkészítés, és akkor emlékszem, hogy apukám mindig mondta, hogy belőlem majd egy rajzos lesz, és a bátyámból pedig zenész. És én akkor a zenét nagyon hozzá kötöttem a népzenéhez, tehát azt ismertem, mint zene, és akkor úgy éreztem, hogy a bátyám a rövidet húzta ezzel a ambícióval, mert hogy a rajzolás sokkal menőbb, mint a zenélés. Őszintén szólva, annyira azért nem voltam lelkes ezzel kapcsolatban, vagy ezekkel az órákkal, még annyira nem kapott el ez a szenvedély akkor. De mégis lehet valami összefüggés a között, hogy a népi vonalat viszed, és a között, hogy ilyen fiatalon gyakorlatilag ezzel a zenével már szembesültél. Mindeközben, Feri, te mit csináltál? 4-5 évesen volt már gitár a kezedben? Nem, hát arra emlékszem, egy seprűnyélen gitároztam, aztán később igen, a családban volt egy gitár, ami a déd nagyanyámé volt, és aztán megkaptam, csak ugye balkezes vagyok, úgyhogy át kellett húrozni. De az érdekes, hogy nekem a szüleim nagyon sok népzenét hallgattak, és én valamiért nagyon utáltam. Egy ilyen tizenpár éves koromig, amikor utána megszerettem a népzenét, de azt nem tudom, hogy miért. Nem tudod, mi volt a váltópont? Nem. Nem tudom, hogy mi volt a váltópont, azt még így nem fejtettem vissza magamban, de könnyen lehet, hogy amúgy a környező népek zenétől kanyarodtam inkább vissza, az ilyen török pszichedelikus folk zenék vittek vissza, szóval így a rockból. És hogyha jól tudom, akkor ebben a bizonyos, hát mondjuk azt fordulópontban, amit eddig csak körbesétáltunk, az volt az egyik legjelentősebb dolog, hogy te Angliában meglettél egy Fender Stratocastert, ugye? Hát igen, azt hiszem, hogy akkor kezdtem el, vagy amiatt kezdtem el gitározni. Én látom magam előtt a kis Somát, aki megy az anyukájához, hogy kell nekem egy gitár, menni kell. Igen, ez nagyjából így volt. Az elején meg nyilván akusztikus gitárt kaptam, de hogy... Nem voltál csalódott? De. Oké, értem. De amúgy előtte nagyon sokáig doboltam, de nem egy full dobszerkón, hanem tehát, hogy ütő hangszer órákra jártam még mielőtt kimentem volna Angliába, és akkor egy ilyen pergő, csak egy pergőn játszottam különböző ritmusokat,
meg tehát már nem is emlékszem, hogy mi volt ennek a neve, egy ilyen nagyobb xilofon, amiből ilyen, tehát ilyen csők lógnak le az ütő lécek alatt, úgy néz ki, várjunk, xilorimba, azt hiszem az volt a neve, tehát hogy azon játszottam. Ezt most minden hallgatónk googlizza, igen? Igen, felettébb izgalmas téma. Na de várjál, neked volt egy ilyened? Nem, az izében jártam, a Marcipányi térnél van ez a, nem tudom, hogy melyik zenes suli, de oda jártam, ott van a Beat stúdiója. Ott van a Beat stúdiója, az ütős alternatíva. Igen, de egy kicsit lejjebb, ott van az a másik hely. Na mindegy, már nem emlékszem, egy zenes suliba jártam. De az első nagy szerelem, úgy igazán nagy szerelem az a gitár volt, nem? Aha, ja. És hát hogy lehet ebből ének? Az ének az úgy jött, hogy én visszajöttem aztán Angliából, a gimnáziumba, itt kezdtem el járni, és akkor, amikor azt elvégeztem, akkor elkezdődött a másik zenekarom, aminek a zene vagy Middle Mistred, és az egyik próbán így kb. Hülyéskedésből elkezdtem énekelni egy blues számot, és akkor az ott így valahogy így kialakult, hogy akkor én legyek az énekes. És akkor gondolom, itt kirajzolódtak a közös vonalak, a rockzene, a blueszene, a népzene, folkzene között. Feri, neked mi az első élményed Somáról? Hogy láttad meg őt először, és hogy lett abból közös zenélés? Csak őszintén. Igen, ez érdekes, amúgy azt hiszem, hogy először egy rajz előkészítőn találkoztunk. Szintén rajzolsz? Igen, én akkor jelentkeztem építésznek a Moméra, és aztán utána oda is jártam. És a Soma animációt tanult a Momén, és akkor meg ő oda jelentkezett éppen, de ők akkor kezdték el a Middle Mistredet, azt hiszem, akkor tehát. És akkor utána úgy sokáig nem találkoztunk, és a Momén voltak ilyen együtt zenéléseink, teljesen random tulajdonképpen, ilyen bulikon, amikor így ott volt két gitár, meg nem tudom, volt ilyen alkalom, amire emlékszem, hogy együtt jammelünk. És akkor a jammelésből nőtt ki a Mordá is? Hát nem, szerintem ezt a Soma tudja inkább jobban, mert a Mordá amúgy az alapvetően úgy volt, hogy a Soma kiadta ezt a négyszámos EP-jét, még népdalok címmel, ha jól emlékszem, és akkor közben gondolta, hogy akkor ebből egy zenekar kéne, és aztán ahhoz gyűjtött egy csapatot. No, pont ezzel folytatjuk, de előtte Soma, hadd kérjelek meg arra, hogy válasz egy dalt, amit meghallgatunk, és ilyenkor mindig azt szoktam kérni, de szerintem te tudod a legjobban, mert egyszer mondtál egy szívemet nagyon melengető mondatot, hogy szinte az összes hangpróbát hallottad már, és ez tök jól esik, köszönöm, hogy mindig kérek valami kis kulisszatitkot a dalról. Szóval kérlek, konferálj és mesélj. Jó. A következő számnak, amit Ádám le fog játszani nektek, az a címe, hogy Látod rózsám, és kulisszatitoknak, hát mit tudnék mondani, egy kicsit nehéz ezekkel a számokkal kulisszatitkokat mondani, mert ugye népdalok, úgyhogy, úgyhogy így nem én írtam a forrásanyagot, de az érdekes talán, hogy eredeti címen Katikata ismertem meg a muzsikás zenekar feldolgozásánál, ami egy kicsit más. Szerintem az épp elég kulisszatitok, vagy egy érdekesség, hogyha meghallgatják a hallgatók a szám után az eredetit a muzsikás feldolgozásában. Így legyen. Hangpróba. Hanghordozó. Az ember, aki a zene mögött áll. Mindegyik formációból tanulsz, és az egyik zenekar viszi a másikat. De tényleg itt rengeteg csapat van. Egyre már utaltam, ez a Samurai Drive, aztán itt van a Middle Mistred, amiről szerintem nagyon sokan tudnak, és nagyon sokan ismerik, talán ez a leghíresebb, aztán itt van a The Night of the Vampire, szóval tényleg rengeteg formáció. Hogy bírsz ezek között navigálni? Van-e egyáltalán prioritás a fejedben, vagy tényleg arról van szó, hogy az egyik a másiknak a side projektje, és akkor így ebből építkezel? Hát szerintem a prioritás mindig az, amit éppen abban a pillanatban csinálok, akár koncerten, vagy próbán, vagy stúdiómunkálatoknál.
Azt nem érzem, hogy nehéz lenne navigálódni ilyen sok zenekar között, már csak azért sem, mert ezért elég erős átfedés van a között, mondjuk a négy zenekar között. Olyan még nem volt, hogy valamelyiknek a próbáján megjelentél, de másik tracklisttel készültél, vagy nem. Akár koncertre felmentél a színpadra, és... Nem, azért, tehát hogy nem ennyire kaotikus ez az egész. Zeneileg szerintem nagyon is kivitelezhető, inkább logisztikailag nehéz ezt az egészet összefogni. Ja, hogy mindenki ott legyen a próbákon. Hát, hogy mindenki ott legyen a próbákon, vagy hogy így, hogy éppen így az adott zenekarral mindannyian így ugyanabba az irányba haladjunk, vagy ugyanazt akarjuk. Tehát, hogy ez inkább az, hogy így ezeket a ilyen szakmai, vagy akár ilyen zenekari kapcsolatokat így hogyan tudod összehangolni így ennyi ember. Tehát, hogy a négy zenekar közt így legalább mondjuk 15 zenésszel dolgozok egyszerre is, és az a nehéz. De gondolom pont ezt szereted benne, nem? Mert különben lehetne az, hogy egyet kiemelsz, és csak azt csinálod. Hát azért nem csinálok csak egyet, mert nagyon jó zenészek vannak itthon, és mindenkitől nagyon sokat lehet tanulni, és csomó koncepcióhoz meg nem illenek bizonyos zenészek. Tehát, hogy mit tudom én, a Mordájnál nem feltétlenül lett volna jó, hogyha áthúzok egy másik zenekaromból egy dobost, mert abban a másik zenekarban az itt tök jó, de hogy egy ilyen új íz kellett a Mordájhoz. És egyébként, amit itt az előbb említettem, egy nyilatkozatodból vettem ezt a mondatot, az, hogy ezek által folyamatosan épül az, aki te vagy. Azt jól érzem, hogy ez talán a legközelebb a Mordájban áll hozzád? Vagy ezt csak én látom bele? Hát nem igazán. Mármint, hogy részben igen, de hogy például a Mordájban nem írok dalszövegeket, és akkor ez mindenképpen egy olyan dolog, ami miatt így talán így nem annyira személyes, mint mondjuk egy másik zenekar, de csomó más szempontból meg tök személyes, csak hogy ez például egy olyan aspektusa, ami így átfolyik rajtam valami, ami nem feltétlenül az én mondatom. Szeretted amúgy az általános iskolai vagy a gimnáziumi énektanárodat? Hát nem igazán. Vagy azt hiszem, hogy itthon én egy ilyen átlag gimibe jártam, ilyen átlag énekórákkal. Azok mindig egy kicsit ilyen alibi. Oké, okay, akkor még jobb lesz a következő kérdésem. Szerinted mit szólna az akkori énektanárod a népdal feldolgozásodhoz? Őszintén szólva fogalmam sincs, mert annyira nem volt nagy hangsúly az énekórákra. Én arra emlékszem, hogy az énekórákat mindenki csak így egy ilyen plusz ötösként fogta fel, vagy így. Feri, ugyanez a véleményed? Nincs előtted, hogy mondjuk megjelensz a gitároddal és egy erősítővel, és mondjuk ott egy népdalt előadsz? Hát amúgy nekem van, ez bizonyos szempontból már teljesült, mert volt, hogy a régi gimnáziumomban játszottam egy barátommal Cseh Tamás dalokat. Mm-hmm. Szerintem szeretné a gimnázium énektanárom, vele jó kapcsolatot ápoltam, és akarta is, hogy érettségizek énekből, csak akkor nekem így evidensebb volt, hogy akkor a rajz, az így nem kellett készülni, meg ilyesmi. És de jó, hát velem megnéztük a Volt például órán, meg LGT-t játszott nekünk zongorán, meg ilyesmi, úgyhogy elég pozitív, jó példakép. Igen, személy az életemben. Énektanár példakép. Úgy, ez nekem tetszik. Tanár vagy tanár? Tanár, Bence tanár. Gábor tanár úr. Nem sokáig tanított, meg ilyesmi, de egy abszolút pozitív szereplő. Szolfés tanár, hogy meg kevésbé. De éppen ugye egy ilyen műhely munka után vagyunk, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon könnyen visszatudtok emlékezni arra, hogy mi történik egy ilyen alkalommal, de engem nagyon érdekel az, hogy oké, van egy népdal, oké, ezt valahol megtalálod, megtetszik, de hogy lesz ebből Mordáj dal? Tulajdonképpen mennyire engeditek azt, hogy belenyúljatok abba, ami mondjuk egy Viaszhengeren megszólalt? Azt hiszem nagyon, de hogy hogyan alakul ez ki? Mi történik? Megjelensz egy nótával? Hát alapvetően ez elég sokat változott a Mordáj kialakulása során, mert hogy úgy indult az egész, hogy én megírtam egy kislemezt, ami gyakorlatilag így az indító lökete volt a Mordájnak,
És akkor eleinte azokat próbáltuk, egy nagyon kicsit változtattunk egyiken másikon, aztán később meg így jobban belenyúltunk, de hogy így azok azért így elég stabilan így ott voltak. És akkor azokból indultunk ki, írtunk további számokat, és akkor azt már így tényleg úgy, mint egy demokratikus ilyen zenei közösség. És azt hiszem, hogy nagyjából az volt így a metódus, hogy én hoztam a forrásanyagot, tehát hogy milyen számmal foglalkozzunk, és akkor azt így átbeszéltük, és akkor úgy haladtunk tovább. A formációról nyugodtan meséljetek, hogyha szeretnétek, de ami engem úgy igazán érdekel, hogy ez itt megjelenteken kívül, tehát az éneken és a gitáron kívül, nyilván több hangszer van, de ami nekem különleges, az a szaxofon, illetve hát a zenéhez az abszolút passzoló brácsa. Ez fontos szempont volt, hogy a népzenei világból éppen ezek a vonulatok ezekkel a hangszerekkel lesznek jól képviselhetők, mondjuk a szaxofont ilyen értelemben már kevésbé értem, inkább egy kreatív ötletnek tartom, vagy ilyen zenészekkel találkoztál, és akkor ezért lett ez a Mordáj felállása? Hát alapvetően a szaxofon az nem jellemző a népzenére. Igen, ezért mondom, hogy az már egy kreatívabb. Hát mégis? Így nem tudom, mondjuk a dress, meg igen, ilyenek. Az utóbbi időben amúgy szerintem már amúgy jellemző, meg még láttam már autentikus formációban is, úgyhogy jó, de mondjuk nem azt gondolja az ember, hogy egy ilyen varjóhámozó körön, ahol éneklik a népdalokat, ott egy szaxofon előkerül hátulról. Nem, persze. Igen, de hogy ez a hangszerelés, ez hát, a te fejedből pattant ki? Amúgy ez úgy indult, hogy a Porteleki Áronnal, aki brácsázik nálunk, meg perkázik, illetve Citrom Ádámmal, aki még annó basszusgitározott a Mordájban, és Kapusi Viktorral, aki most is szaxofonozik, bocsánat, csak az elmúlt fél évben eléggé átalakult a zenekar. Na mindegy, szóval ezzel a formációval nekünk volt egy tribute estünk a Toldiban, ami a tribute az nem tudom, hogy kinek evidens, kinek nem, de hogy ez azt jelenti, hogy előadjuk egy másik előadónak a számait, és csak azt a repertoárt. És akkor van egy ilyen közös kedvenc zenekarunk, aminek az a neve, hogy Morfin. Ez egy amerikai zenekar, egy trió. És véletlen egyezik az első három betű? Amúgy véletlen, de amúgy nagyon, okay. Nagyon nagy az átfedés, és akkor az ő számaikat játszottuk, és ez nagyon jól működött, és amikor később utána megcsináltam ezt a kislemezt, akkor azt éreztem, hogy evidens, hogy velük akarok vagy később ebben a formációban együtt játszani. Gitározni nem akartam benne, úgyhogy ez azért gondoltam, hogy a Feri lenne a legjobb. És hogy mi is volt a kérdés, arra nem is emlékszem. A hangszerelés. Hogy kinek a fejéből pattant ki, de közben még 4-5 kérdés szülsz az én fejemben. De hogy közben meg így azt is érzem, a brácsa az azért van benne, mert nekem az a kedvenc hangszerem. Ráadásul brácsa perka, tehát hogy a kettő az elég messze áll egymástól egyenben. Ő egy iszonyatosan jó dobos, és közben meg brácsázik is, ezért volt ez. De ugye alapvetően én nem akartam azt, hogy autentikus népzenei hangszerelés legyen benne. Nem akartam mondjuk, mit tudom én, hegedűt, vagy koboszt, vagy cimbalmot, vagy bármilyen ilyen szokásos ízét. És te miért nem akartál gitározni? Azért, mert azt éreztem, hogy ki akarom próbálni azt, hogy milyen, hogy tudok helytállni a színpadon csak énekelve. Hallgassunk meg most egy dalt, utána folytatjuk. Mi legyen a következő? A következő számnak az a címe, hogy azt, és mondjak egy kulisszatitkot is. Egészen nyugodtan. Jó. Ezt a számot... Úgy érted azt a számot? Azt a számot. Igen. Ez ugye azt gondoltam, eső esik című számnak az átirata, és ez eredetileg a Porteleki Áron, aki a brácsás, ő hozta ezt az ötletet, ő pedig a Ripoff Raskalnyikov feldolgozását követte, ami pedig a Muzsikás feldolgozását követte egy nép, eredeti népdalnak. Figyelj, titeket kutatni is lehet nem már. Nem tudom, hogy hogyan egy lépcsőfok az elkészülésében. Hallgassuk meg a dalt. Hangpróba. VIP Pass.
kama. Kulisszatitkok. A zenéről már sok szó esett, viszont még egy vonalat szeretnék mindenképpen érinteni, mert ez általatok is többször már bedobott téma, ez pedig nem más, mint a rajz. Feri, veled kapcsolatban most kezdtem el érzékelni, hogy neked ezen a fronton is vannak eredményeid, meg alapvetően ezen a fronton találkoztatok össze, ez is nagyon tetszik, de neked még nem gratuláltam szerintem a 2019-es diplomamunkádhoz, animációs filmrendezőként végeztél, le a kalappal, és akkor ez azt jelenti, hogy megvalósult egy álom? Nem, mert egyáltalán nem érdekel az animáció filmkészítés. Nem, most már az nem érdekel. Ilyen típus vagy amúgy, hogyha valamit el akarsz érni, és megvan, nem, akkor az már nem kell? Alapvetően a filmrendezés az még mindig érdekel, és hogyha még ebben nem ástam bele magam, de el tudom képzelni, hogy idővel mondjuk így szeretnék rendezni is, és hogyha éppen egy adott ötletemhez az animációs technika lenne a legadekváltabb kifejezési mód, akkor szívesen foglalkoznék még az animációval, de úgy így csak azért, mert animáció úgy annyira nem izgat. De akkor dobjam ki azokat a kérdéseket, hogy lesz-e Mordáj animációs klip? Hát ez mindenképp, mert... mert a másik zenekaromnak, a Middle Mistrednek egy évig csináltam egy animációs videóklipet, és ez nem volt egy könnyű menet, úgyhogy... Azért tartott annyi ideig, mert annyi ideig tart, vagy olyan vagy, mint az egyik legjobb haveromnak az öccse, aki nagyon tehetségesebben például vállalja azt, hogy mindenféle szobafalfestményeket készít, de valami tizen akárhány évig készült az, ami igazából a haveromnak a szobájának a falán lett, addigra már ki is házasodott, ki is költözött. Hát alapvetően tradicionálisan 24, illetve 25 képkocka alkot egy másodpercet a mozgó képben, ami ugyanígy van a rajzfilmeknél is, meg az élő szereplős filmeknél is, de hogy amíg egy kamera automatikusan, mint az ott, így megcsinálja ezt, azt nem tudom, hogy hány FPS-en fut. 25. Egy rajzfilm, vagy animációs filmnél, hogyha mondjuk rajzolt, akkor egy ásítást azt le kell animálni úgy, hogy fázisonként, ahogy éppen így szép apránként a kéz így oda megy a szájhoz, és újra meg újra lerajzolni egy kezet ahhoz, hogy így kijöjjön egy mozdulat, az hogyha sok mindent te csinálsz, akkor ez így nagyon időigényes. Értem. Ez az ásítás, ez egy nagyon jó példa volt, de egy pillanatra megijedtem, hogy ásítasz, tehát, hogy... Ja, nem. Hozhatok még izgalmasabb kérdéseket. Van itt pár, majd lesz a műsorban. Tök izgalmas volt. Nem, ez nagyon vicces volt. Figyú, Feri, és neked ez az építészvonal, ez mennyire jött be? Nem tudom, hogy ezen a pályán mennyire mentél tovább, vagy hol tartasz? Hát egy ideig dolgoztam amúgy, egy irodában, meg most is lesz például egy családi ház, amit édesanyámmal közösen csinálok, mert nekem szüleim építészként végeztek. Várjál, akkor volt rajtad egy ilyen családi nyomás, hogy neked ezt kell? Nem, amúgy az az érdekes, hogy nyomás az nem volt, ez inkább így szeretem a matekot, meg szeretem rajzolni, de így a BME-nél azt hiszem egy szabad szellemű ember vagyok, és akkor ez egy ilyen egyenes út volt, de nem tudatos választás, tehát hogy nem... És akkor, hogyha választani kéne mondjuk az irodai, építész-irodai munka között mondjuk 9-től 5-ig, vagy nem tudom, 9-től 6-ig, hát az nem 9-től 5-ig van, de... Vagy a zenélés is ott van a palettán, ami azért egy ilyen szabadabb időbeosztás. 9-től éjfélig. Oké, 9-től éjfélig van az építész munkakör? Hát attól függ, hogy mi van éppen. Tehát, hogy hát nehéz lenne egy... Tehát, hogy igen, tehát valószínűleg egy helyen ezt azért elég nehéz lenne összeegyeztetni. Tehát, hogy úgy, hogyha éppen mondjuk lenne egy határidő, ami mondjuk 3-4 nap múlva van, de nekem koncertem van, tehát az nem opció. Ez nagyon tetszik, hogy vagy sajnos. Behoztad a határidő fogalomkört, mert ugye az NKA, a hangfoglaló NKA induló előadói pályázatnak a nyertesei vagytok, és itt aztán határidőre kell teljesíteni. Hogy álltok a munkával? Ugye megfelelően egy album születik meg egy év alatt, vagy megfelelően zsonglőrködve az idővel ezt lehet kihozni ebből az évből, de nem tudom, hogy ti ebben mennyire vagytok jók. Szerintem jók vagyunk. Alapvetően most egy kicsit nehezített a pálya, mert egy hónapja, három hónapja kilépett a basszusgitárosunk. Mi történt? Vagy inkább szemegelesöpörjük? Szerintem
alapvetően az történt, hogy ő azt érezte, hogy én nem tud annyit beleadni, mint amennyit tudna, és hogy így, vagy amennyire neki így igénye van, és igazából csak így a workflow így más volt neki, mint nekem mondjuk, vagy így a zenekarnak. Nem érezte helyén magát, ami teljesen rendben van amúgy. És akkor ő kilépett, aztán egy hónappal ezelőtt kilépett a dobosunk, mert felhalmozott 14 zenekart párhuzamosan, és akkor ezt így muszáj volt leépítenie, nyilván azt is megértjük. Aztán most a szaxofonosunk is ritkábban ér rá. Úgyhogy most ez elég nehéz így. Nincsen könnyű dolgot. Figyelj, használhatod a műsort arra, hogy ilyen apró hirdetést adsz fel. Nem, már megoldottuk. Igen? Van új basszusgitárosunk, van új dobosunk. Nehéz volt? Hát, amúgy azért volt nehéz, mert pont a fesztivál szezon elején lépett ki mondjuk a dobosunk, a basszusgitáros ez már megvolt korábban. De hogy ilyenkor elég nehéz összeszedni egy olyan dobost, aki ráér a dátumokra. Pláne úgy, hogy azért a mi zenénk az, tehát hogy szükséges az, hogy az adott dobos egy eléggé képzett dobos legyen. És az ilyen dobosoknak általában nagyon sok projektjük van, úgyhogy ez elég nehéz volt, de végül sikerült a Freaking Disco-nak a dobosa, Szabó Sipos Ágoston játszik most nálunk, aztán lesz egy hónap, amikor valószínűleg a Ferinek a másik zenekarának a dobosa lesz, ez így augusztusban, de aztán visszatérünk az Ágostonhoz. Na mindegy, bocsánat, egy kicsit hosszan mesélek, de nem hogy... Nem, kicsit úgy érzem, mint amikor a Forma 1-ben valaki ugye a safety car-nál rosszul jön ki, és akkor így bekerül a sor mögé, és akkor onnan kell felzárkóznia. Tehát, hogy egy kicsit most sok mindent kell megoldani. Az biztos, hogy rajta vagyunk az ügyön, és nagyon lelkesek vagyunk, de hogy ezek most egy kicsit így betettek a kreatív ilyen írási folyamatnak így a közepében. És most már ott tartasz, hogy visszaépültél, tehát most már lehet alkotni, vagy még mindig itt vannak ezek az izgalom hullámok? Most az van, hogy ugye a fél társaság új, úgyhogy most nem tudunk közösen alkotni, mert még be kell tanulniuk a számokat. Ja, ezért húzódott el, gondolom, és akkor ezért, a mostani ezért műhely most munka. Ez kicsit elhúzódott, de közben meg ez nem azt jelenti, hogy kivitelezhetetlen, csak most így egy pár hónappal így megcsúsztunk emiatt. És jók az új arcok? Nagyon jók. Nagyon jól működik, szerintem így emberileg is nagyon, nagyon jól működik a kémia így mindenki között. Na mindegy, csak visszatérve a kérdésedre, igen, ebben az évben tervezzük kihozni a következő lemezünket, ami olyan szempontból egy kicsit egyszerű is, meg nehéz is, hogy a forrásanyag az adott, tehát hogy nem mi írjuk a népdalokat, de az, hogy hogyan dolgozott fel, az viszont egy másik kérdés. És én elég sok népzenésszel találkoztam az elmúlt hónapokban, csak azért, hogy leüljek velük beszélgetni erről az egészről, hogy hogyan működnek, vagy működtek annó a dolgok, és mert így tényleg sok zenét hallgattam, sok népdalt, viszont így azt éreztem, hogy ez egy olyan dolog, amiben így benne kell lenned ahhoz, hogy igazán megérts, és hogy nem lehet csak úgy utána olvasni, vagy csak így hallgatni, és így megkedvelni, hanem hogy tényleg így meg kell hallgatni a történeteket, vagy akár el kell menni Erdélybe kutatni, vagy gyűjteni ilyen dalokat. Na mindegy. Szóval, hogy a legnagyobb része ennek az egésznek az az, hogy forrásanyagot gyűjts, és kitaláld a koncepciót. Igen. De előtte hallgassunk meg egy dalt. Mi legyen a következő, amit lejátszunk? A következő számnak az a címe, hogy Len a Tiszen, és ezt azt a verziót, amit mi játszunk, azt én már a Csóri Sándornak, aki alapból ifjabb Csóri Sándor, a még ifjabb Csóri Sándor feldolgozását hallottam, és az alapján írtuk ezt. Hangpróba. Videóklip.
Itt vagyunk egyre inkább a pesti éjszakában, elnézést azoktól, akik a videót nézik, de kezd sötétedni, és hát alapvetően mi hangra specializálódtunk itt a kertben a nagymamut fenyő lábánál. Miközben érkeznek meg a szomszédok, és egy futár is hozott fenyő, ételt. Amúgy. Nem tudom, én annak hívom. Úgy se látja senki, mert ott van oldalt. Jó, akkor ez az. Én is annak fogom hívni. No, beszéljünk egy kicsit erről a folyamatról, mert ez nagyon izgalmas. Ez a gyűjtögetés, illetve inspirálódás engem komolyan érdekel. Ez egy tudatos, mondjuk az tudományos folyamat? Tehát te szánsz erre egy vagy két hetet, hogy kiutazol, és akkor ott időt töltesz? Vagy ez lenne az optimális, de hát erre nincs idő? Igazából ez lenne az optimális. Én amúgy őszintén szóval szívesen is csinálnám. Hm? Egy kicsit azt érzem, hogy ezt megvárjuk, hogy... Egészen nyugodtan mehet mellettünk egy mentő, vagy rendőr, vagy tűzoltó, csak ne legyen senkinek baja. Hozzátartozik. Jó. Igen? Tehát, hogy azt pontosan nem tudom, hogy ennek mi így a folyamata, vagy hogy kell ennek az egésznek neki ugrani. De minden esetre mindegy, mert nincs időmre. De akkor neki sem ugrasz most? Tehát nem tervezel be mondjuk egy hetet valahova? Nem, az a helyzet, hogy heti 3 koncertem van, és közben grafikusként is dolgozom, meg zenét is írok, és így nincs erre időm. Hidegen fújnak a szelek. Ez jön nem sokára. Uh-huh. És ennek a videoklipjét néztem, miközben errefele érkeztünk és készültünk. Mégis használod kamerában a cicás öngyújtót? Bevállalod? Igen, elég férfinak érzem magam, úgyhogy jó, rendben. Bevállalom. Teljesen korrekt. Oké, előtte ezen poénkodtunk egy kört. No, szóval, hogy ennek a dalnak a videoklipjét néztem, és hallgattuk a zenét, miközben érkeztünk ide. Jó szokásom szerint szeretek egy kicsit ráhangolódni az adott zenekarra, zenére. A klipből az maradt meg a legerősebben, hogy futtok a pusztában, vagy futtok a réten egy hegy vagy domb előtt. Ez a koncepció, ez így a fejedben született meg, vagy itt is valamit meg kellett oldani hirtelen? Hát ez igazából egy kicsit az én koncepcióm volt, igen, de nekem csak az volt a fejemben, hogy nagyon azt láttam a szám alapján, hogy ez egy ilyen zakatoló, ilyen futós dolog. Aztán felkerestem az egyik barátomat, Lazin Damjánt, aki rendező, meg sok mindent csinál, és akkor vele neki ezt elmeséltem, és ő gyakorlatilag kitalálta, hogy legyen ez egy kicsit izgalmasabb annál, mint hogy semmi, csak futunk, valami narratív szálat is bele kellett rakni, meg nem tudom. Gondolom, hogy ti ezt nagyon vágjátok, tehát akkor itt volt közös ötletelés. Alapvetően nekem nagyon-nagyon tetszik ez a dal, és a klip is eszméletlenül jól passzol hozzá szerintem, de biztos vagyok benne, hogy rohadt sokat röhögtetek a forgatáson. Hát, Feri, mesélj egy kicsit róla. Alapvetően persze sokat röhögtünk rajta, de hát sokat kellett futni. Bármelyik költök elég fut nehéz egyébként terepen. Az életben? Jártok futni? Én rendszertelenül, de igen. Értem. Tehát, hogy van olyan, amikor elkezdek, vagy elkezdtünk a barátnőmmel, és akkor ez megy egy ideig. Aztán közben jönnek olyan időszakok, amikor nem nagyon, de és nekem a inkább a labdajátékok azok, amikkel... Akkor ezért rúgtad el annyira motiváltan a kutyának azt a labdát, meg olyan szép ívben szállt. El is tűnt a kutya, akinek nem tudjuk a nevét. No de, a klipforgatáson mi volt a kedvenced? Hát, amúgy az érdekes terep, meg az együttfutás. Hát volt olyan, hogy azért ilyen ürge lyukak között kellett futtunk, és akkor érdekes voltak nagy esések, meg ilyesmi. Ezt akartam kérdezni, hogy vannak kimaradt jelenetek? És ha igen, akkor ki zakózott a legnagyobbat? Vannak, azt nem tudom, hogy megvannak-e még igazából. Nem emlékszem, azt hiszem a végén, ahol ott abból az erdőből futottunk ki a mezőre, ott hát lehet, alapvetően volt egy-két kimaradt jelenet, csak így annyira kevés vágó kép volt, meg így kevés alapanyag, hogy így igazából szerintem kb. Amit tudtunk, ezt felhasználtunk. De azt hiszem van olyan benne, hogy elesek, meg így. Igen, az benne van, tehát hogy ezzel nem tudom mit kezdeni, vagy ezzel nincs mit szépíteni, csak azon gondolkoztam, hogyha a kontúrások miatt volt valami durvább, akkor hát nem volt semmi durva. Amúgy nagyon gyorsan leforgattuk, azt hiszem két alkalommal, pár óra alatt, és így igazából csak így futnunk kellett. Úgyhogy. Amúgy a zenével kapcsolatban, Mordájjal kapcsolatban a vizualitás mennyire fontos nektek? Hát...
Fontos, mert én az összes zenekaromnak a grafikai cuccait azt, valamelyiknek már kevésbé, mert nincs annyira sok időm rá, de hogy alapvetően az van, hogy mindenhol a grafikákat én csinálom. És hát szerintem a zenénél ez egy iszonyatosan fontos rész, olyan, mint egy, érted, egy Snickers, lehet, hogy nem lenne olyan finom, hogyha nem nézne ki olyan jól a csomagolása. Uh-huh. És hogy így szerintem ezt nem szégyen bevallani, hogy nagyon, nagyon fontos a vizualitás, és erre rá is megyünk. Mordály, következő lépéseim, akkor új anyag, nyilván össze kell még hangolódni egy kicsit, de közben már koncertek? Most elég sok koncertünk van, talán még mondjuk ilyen egy 8 darab, vagy 9 a nyár folyamán, és aztán remélhetőleg lesz egy párnapos elvonulásunk, ahol agyalunk a következő anyagnak így a további részein, és remélhetőleg október körül elkezdhetünk gondolkozni a stúdió munkálatokon. Egy népdalt így morzsaként el tudsz hinteni, hogy az új anyagról, mert tudod, hogy az egyik track az biztos, hogy az lesz. Aha. Például van egy dal, amit játszani is szoktunk, azt valószínűleg így beleraknám, az a cím, hogy Álom esett a szememre, de még elég sok minden van, amit gyűjtöttem, de nem akarnám lelőni a poént. Akkor most hallgassuk meg a klippes dalt, hogyha valakit érdekel, akkor szerintem nagyon érdemes megnézni a videóklipet is, utána pedig jövünk vissza a rovatokkal. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Azt elmondtam a műsor elején, hogy te szoktad hallgatni a hangpróbát, de ez engem mindig is érdekelt, és miért nem mikrofonba kérdezzem meg, hogy miért. Most nem azt várom, hogy engem éltess, hanem inkább az érdekel, hogy maga a podcast világ izgalmas számodra, vagy képben szerettél volna lenni a zenekarokkal? A podcastedet körülbelül egy éve kezdtem el hallgatni, kicsit több, amikor írtam a Middle Misreadnek a harmadik lemezét, uh-huh. és akkor jobban érdekelt az, hogy hallgassak ilyesmiket, mint hogy zenét. És amúgy több szempontból érdekes volt számomra. Úgy akadtam rá, hogy először hallgattam a Carson Kumának a podcastjét, és az annyira szórakoztató volt, hogy rákerestem, hogy még milyen podcastbe szerepelnek, és akkor rábukkantam a hangpróbára, és akkor láttam, hogy egy csomó ismerős zenekar van ebben a műsorban, de egy csomó ismeretlen is, és amúgy alapvetően az is tök érdekes volt számomra, hogy mivel a hangfoglaló az gyakorlatilag kezdő zenekaroknak ad egy löketet, ezért elég sok ilyen pályakezdő zenekarok vannak. Persze van csomó kivétel, de hogy így sok zenekar mondjuk az első albumát akarja ezzel a támogatással létrehozni. És nagyon érdekes volt számomra így hallgatni olyan embereket, akik így emlékeztettek magamra, amikor én még így elkezdtem mondjuk az első lemezeimet felvenni, vagy elkészíteni a zenekarokkal, és ja, így érdekes volt felfedezni azt, hogy így én így hogyan tudok azonosulni ezekkel, és amúgy eléggé sok szempontból tudtam. Vonakodtam, hogy ezt a kérdést feltegyem, mert tényleg nem egy önéltetést akartam válaszként, de nagyon örülök, hogy feltettem. Jó volt hallani, amit elmondtál. Ja, amúgy nagyon, nagyon jó a podcasted, én szerettem hallgatni, meg... De közben meg nem az volt, hogy... Persze. Tehát nem akarom azt mondani, hogy mindenki egy ilyen pályakezdő, nem tudom, amatőr, vagy... Nem is ezt mondtad. Tehát, hogy mit tudom én, benne volt az Orevoár is, meg a Freakin' Disco, akik jön a dobos. Akik nagyon régóta zenélnek, de hogy ja, így egy kicsit így pont egy olyan periódusban, ahol kevesebb volt a szociális inger, mert akkor kezdődött el a Covid, meg nem tudom, és akkor így jól esett így ilyen jó párbeszédeket hallgatni, mondjuk beszélgetéseket. Azt hiszem, hogyha valakinek, hát neked volt időd felkészülni az Activity rovatra, úgyhogy áruld el, hogy mivel készültél.
Igen, az Activity, aminek egy ilyen James Bondos betétdala van. És nagyon képben vagy, jól van. És jó lenne, hogyha a hang nem benzenélnél utána. Megpróbálom. Valami ilyesmi lesz. És amit hoztam most, ez egy, én nem tudom, hogy ez eredetileg egy konkrét népdale. Én ezt a Buda Folk Bandtől hallottam, az a címe, hogy Kicsi Madár. A Buda Folk Bandben játszik a Csóri Sanyinak a fia, Sündi, és az ő dalukat szeretném majd eljátszani akusztikus gitárral. Hangpróba. Activity. Akcióban a csapat. Erdő nincsen zöldág nélkül, szívem sincsen tied nélkül. Ketté hajlik a hajtásig, ha te vagy. Tavasszalon tél véget ér, te meg rózsám más szerettél. Másnak ültél az ölébe, más csókoltál meg az este. Kicsi madár, ének nélkül, olyan vagyok csak egyedül. Tőlem egy nap így telik el nélküled. Kicsi madár, énekének, csak én vagyok kísérője. Mégsem szállok fenn az égen, mint a madár énekében. Röbbülj madár a nap felé, keresd fészken tova felé. Gyere vissza, szállj le mellé. Csillagos ég, hosszú az út, sötét az éj, hideg szél fúj, mégsem fázom te miattad, rád gondolok csak magamban. Kicsi madár, ének nélkül, olyan vagyok csak egyedül. Kicsi madár, ének nélkül, mint az erdő madár nélkül. La 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 la. Nové Soman le a kalappal élőben a hangpróbában. Mondtad azt, hogy egy álom vált valóra a podcast miatt. Ugyanakkor én azt mondom, hogy nekem is egy álom vált valóra. Tehát élőben hallgatni ezt egy teraszon,
Fantasztikus, és nem tudom, hogy így kérdezted, hogy mennyi az idő, és így zavarni fogja a szomszédokat, milyenek a szomszédaid, de én örülnék, hogyha ilyen szomszédom lenne. Köszi, hogy beavattál minket ebbe. Szuper, köszi szépen. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Ez a Hangpróba. Hangpróba. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit szólsz majd a random kérdés új formájához. Ugye az előző évadokban... Pörögjön a kerék. Igen. Ó, tényleg tudod, nagyon jó. Miért ne tudnád? A szerencsekerék asszociációkat visszahozza. Hú, de megörültem, mikor megtaláltam azt az effektet amúgy. Szóval, hogy egy kicsit fölturboztam ebben az évadban, a random kérdésben. Hát gyakorlatilag villámkérdéseket hozok, és egy perce van minden bandának, hogy minél többet lehetőleg őszintén megválaszoljon. Szóval egy kérdést kapsz majd Feri, egy kérdést kapsz majd Soma, és menni fog az egy perc alatt egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas zene, amolyan Vágó Istvános, és amikor annak vége, akkor összeszámoljuk, hogy összesen hány kérdést válaszoltatok meg. Egyet lehet passzolni mindkettőtöknek, de ha valaki passzol, akkor a másikra átszáll a kérdés. Jó, nézem, hogy most akkor mi van bennetek. Versenyszellem. Mehet. Mehet? Feri, neked mehet, is oké? Persze, menjen. Rendben, ezt papírból mondom, hogy ne rajtam bukjátok el az időt. És akkor bele is vágunk. Hangpróba. Random kérdés. Sorsolásra felkészülni. Forog a kerék. Villámkérdések. Melyik állat ketrecébe mernél bemenni az állatkertben? Lajhár. Kitől tanultad a legtöbbet az életben? A Feritől. Átlagosan mennyi idő alatt készítesz le egy dalt? Hú, átlagosan fél év. Mi az, amit mindenképpen vennél egy szupermarketben? Tejet. Széles haveri kör vagy szűk társaság a legközelebbi barátokkal? Szűk társaság a legközelebbi barátok. Hova mennél legszívesebben egy hosszú hétvégén? Madrid. Mi volt a jeled az óvodában? Esernyő. Ha saját házat vennél, melyik lenne benne a kedvenc szobád? A hálószoba. Mit sportoltál utoljára? Foci. Kinek a koncertjén szerepelnél legszívesebben vendégzenészként? Tankcsapda. Élvezed megválaszolni ezeket a kérdéseket? Igen. Ha kinyitnánk a hűtődet, mi az, ami biztosan lenne benne? Egy túró rudi. Sushi vagy steak? Sushi. Melyik a kedvenc BKK buszjáratod? Az 29-es. Lejárt az idő. Ezt az utolsót számoljuk? Akkor ebben az esetben 14 helyes válasz. Le a kalappal. Nagyon jók voltatok. És majd, hogyha mindenki lenyomja ezt a izét, akkor, lesz egy eredmény hirdetés, igen. Mit kapunk? Hát ezt majd meglátjuk, jó? Tehát annak tükrében, hogy hány tagú a zenekar, amelyik nyer, majd eldöntöm, tudod? Ne, ja. Hogy az legyen, mint amikor az Irigy Honnan Mirigy megnyeri nem lesz az aranyzsiráfot drótból, akkor kell belőle gyártatni nagyon sokat, és arra megy el a díj. Na, ezt majd megbeszéljük, de nagyon, nagyon komolyan megválaszoltátok ezeket a kérdéseket. A 29-es járat az hol megy? Amúgy nem is a 29-es, csak arra emlékszem, hogy... És időn kívül is volt, jó? Arra emlékszem, ezt hogy azzal óvjuk. Mentem suliba. De amúgy a legjobb a fogaskerekű. Én azzal heti kétszer-háromszor szoktam menni. Most már egyre kevésbé, de mondjuk egy a Covid alatt ez egy ilyen rendszeres dolog volt számomra, hogy csak felmentem a Norma Fairover és lejöttem. És Feri, mit mondtál? Lajhár? Igen, a lajhár. Tehát oda mernél. Azt láttam, hogy ott hát azért kattottak a kereket. Biztos, persze. Mert a ketrecről az oroszlánra asszociáltam először, de oda biztos, hogy nem mernék bemenni. Hát. Jó, ez egy végig gondolt válasz volt szerintem. Ja, én nagyon élveztem a beszélgetést, és köszönöm, hogy ide engedtetek a saját teraszotokra. Soma és Feri, a Mordáj zenekar zenészei. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Ez volt a Hangpróba, és hálás vagyok, hogy ma is velünk tartottál. Hozom majd a frissebbnél frissebb epizódokat, és hogyha feliratkozol a Hangpróba podcast csatornájára, akkor elsőként értesülhetsz ezekről, és a korábbiakat is visszahallgathatod. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha csillagozod a műsort, tudod, az öt a kedvencem, és a kommentárokat is szeretettel fogadom. Ezen kívül tudj róla, hogy a Beat Radio Hungary YouTube csatornán, hát ameddig még süt a nap, addig meg lehet nézni a videókat, aztán pedig ilyen foltokban ott vagyunk a képernyőn, és egyébként, ami még hasznos, hogy a Beat az Ütős Alternatíva műsorán elsőként hallhatod a premiért, illetve a Hangpróba podcast csatornáján is csütörtökönként 6-kor. Én Rédl Eden vagyok, köszönöm a megtisztelő figyelmedet. Ciao, ciao. Ez volt a Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Hamarosan újabb bandát látogatunk meg.
Addig is iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozunk legközelebb is. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A podcast készítője a Podcasting Studio. Podcasting Studio. Vidd magaddal. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.